Eseménytelen mezőnyjátékkal kezdődött a Haladás Vasas kiesési rangadó. Lényegében a 26. percig nem történt semmi említésre méltó dolog, ám ekkor kissé váratlanul vezetést szerzett a hazai alakulat. Kamenár óriási hibája után Kovács lőhetett az üresen tátongó kapuba. A szombathelyiek a második félidő elején növelték az előnyüket, Rácz bombázott 18 méterről a hálóba. A 3-0-es végeredményt Rámosz állította be a 60. percben, amikor egy pompás szóló végén talált be a fővárosiak kapujának jobb oldalába. Pontosan tudtuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk. Alaposan felkészültünk a Vasas játékából, ismertük az erős és a gyenge pontjaikat is. Megérdemelten nyertünk, én azt szeretném, hogy a Haladás stadion még sokáig egy bevehetetlen erőd lenne. A Vasas 9 nyeretlenül megvívott találkozó után érkezett Szombathelyre, és ezúttal sem tudott javítani csapnivaló mérlegén. A fővárosiak gyakorlatilag komolyabb ellenállásra sem voltak képesek a kifejezetten jól futballozó Haladás ellen. A heti edzésmunkánkat látva csodálkozom, hogy ilyen gyorsan elvesztettük a fonalat. Kifejezetten csalódott vagyok a teljesítményünk miatt. Fekete nap volt ez a számunkra. Semmit nem mutattunk meg abból, amit szerettünk volna. A szombathelyi zöldfehérek a Ferencváros és a Videóton után a Vasast is legyőzték Rohonczi úti új stadionjukban. A Haladás újabb hazai sikerének köszönhetően feljött a tabella 9. már bent maradást érő helyére. Halmosék legközelebb szombaton lépnek pályára bajnoki mérkőzésen, mégpedig a sereghajtó Mezőköves otthonában.